Nagy szeretettel köszöntöm a sajtóképviselőit, és köszönöm, hogy partnerül szolgálnak mindenféle ügyekben így most is. Azt gondolom, hogy ez egy különösen fontos téma ebből a szempontból. Valamennyiük számára ismeretes az, hogy az Egészségügyi Világszervezet minapi adatai szerint több mint 5000 ebola fertőzéssel nyilvántartott beteg van a világban. Ez ugye jóval kisebb szám volt, nem is olyan régen. És a Világszervezet egy olyan fajta becstést is elvégzett, hogy fél év alatt ez akár 10-szeresére is emelkedhet. Na most nyilván a Debreceni Egyetem nem járványügyi központ és nem járványügyi hatóság, de Magyarországon az érintett országokból nálunk van a legtöbb diák, tehát itt koncentráltan vannak azok az emberek, akik a betegség által, a járvány által érintett országokból származnak. Ez nálunk kicsivel több mint 740 hallgató, ha Nigériát is beleszámoljuk. Ez azt is jelenti, hogy a Debreceni Egyetemen körülbelül annyi, vagy egy kicsit több érintett országokból származó hallgató van, mint az összes többi oktatási intézményben együttvéve. Na most nyilván nincs drámai helyzet, Debrecenben nincs járványveszély sem, közvetlenül közvetett is csak némi posztulátumokkal. Viszont az említett tények miatt, hogy nagy számú beteg van már, hogy a járvány feltehetően növekszik, hogy a legtöbb hallgató itt van, az egyetem megkívánja tenni azt, amit az adott helyzetben a lehetőségei szerint a leginkább optimális megoldásnak lát abban, hogy bármilyen jelentősebb problémát megelőzzünk. Ezért édes professzorral úgy döntöttünk, és a rektori vezetőjén ezt tegnap meg is tárgyaltuk, hogy tájékoztatjuk a hallgatóinkat arról, hogy elsősorban talán járványügyi szempontokat lehet itt említeni, tartózkodjanak a közelgő őszi és téli szünet alatt attól, hogy hazautaznak az országukba. Egyrészt azt gondoljuk, hogy ezzel jelentősen csökken mindenféle kockázat, ami a Debreceni Egyetemet, Debrecen lakosságát érintheti, illetőleg ugye folyamatosan változnak a környező országok rendelkezései is, hiszen Csehország, Szerbia, már ugye Franciaország a beutazásoknál egyre több megszorítást tesz. Tehát ha hazautazik egy hallgató, amikor vissza akar utazni, az nem biztos, hogy zökkenőmentesen megy. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem látunk közvetlen járványveszélyt, ebolás eset nem fordult elő az egyetemen, de azt megelőzendő, hogy egy sokkal rosszabb körülmények között kelljen nagyon gyors, talán kapkodó intézkedéseket hoznunk, azt gondoljuk, hogy megelőzzük. Most annyit látunk megfelelő megoldásnak, hogy tájékoztatjuk a hallgatóinkat, és fölhívtuk a figyelmüket arra, hogy a járvánnyal megelőzésével kapcsolatos és az egyetemre specifikus megelőzési lehetőségekkel kapcsolatban az egyetemen milyen fórumhoz forduljanak. Ennyi történt most. Édes István, a Klinikai Központ főigazgatója. A betegség természetéről lehet-e valamit tudni, mert ugye az elmúlt hetekben sokszor szóba került ez? Igen, két olyan eset volt Debrecenben. Az első, az elég nagy sajtónyilvánosságot kapott, legalábbis én sok helyen találkoztam vele a híradások kapcsán. Mind a két esetben Nigériából érkező orvosra hallgatóról volt szó, akik belázasodtak, de mind a kettőjüknek ez a személyi interjúja az negatív volt, ami azt jelenti, hogy nem voltak, ugye Nigéria az elég nagy ország, nem tudom, Németországhoz, Franciaországhoz hasonlítható, tehát lényegesen nagyobb, mint Magyarország, és ilyen 700-800 kilométerre voltak a endémiás, tehát a fertőzött vidékektől, tehát elvileg már a beérkezés kapcsán is inkább mi is maláriára gondoltunk, és mind a két esetben a diagnózis meg is erősítették, tehát mind a két hallgatónak maláriája volt, és nem ebolája. Én a rektorúval teljes mértékben egyetértek, tehát arra kellene fölhívni a hallgatók figyelmét, ahogy el is hangzott, hogy ha nem feltétlen szükséges,
akkor én is úgy gondolom, hogy inkább maradjanak Debrecenben, illetve Magyarországon. Magyarország, illetve Debrecen abszolút biztonságos. Akik itt vannak, azok már több mint egy hónapja vannak Debrecenben, tehát nyilvánvalóan most már mi újonnan felfedezett hallgatóra, aki a tanévkezdés kapcsán beutazott hozzánk, már nem számítunk. Ugye a legjobb tudomásom szerint én ugyan személyesen nem találkoztam még ebolás beteggel, de a szakirodalomban azt írják, hogy a inkubációs periódus, a leghosszabb inkubációs periódus az 3 hét, tehát kb. 20-21 nap. Ennél tovább ilyen esetben még nem találkoztak. Na most ezek a hallgatók, akik nálunk vannak, azok már, ha jól számolom, több mint egy hónapja tartózkodnak Debrecenben, tehát ilyen értelemben fertőzésmenteseknek lehet őket abszolút tekinteni. Nigéria egyébként, onnan van a legtöbb hallgatónk, ott nagyon kevés eset volt, ha jól emlékszem, talán 8-at vagy 10 esetet írt a WHO, az adat nem biztos, én ennyire emlékszem, és arra viszont határozottan emlékszem, hogy néhány héttel az esetek bejelentését követően több új eset már nem volt. És Nigériát ilyen szempontból már ebola mentes országnak nyilvánították. Nekünk a nyugat-afrikai országokból, tehát az érintett régióból, onnan, ha jól tudom, nagyon kevés hallgatónk van. Ugye? A Nigériát nem számítjuk. A Nigériát nem számítjuk. Tehát ugye Nyugat-Afrika az egy kicsit még nyugatabbra van Nigériától. Ott van a legtöbb ebolás eset, onnan nem nagyon vannak hallgatóink.